Főtisztelendő paptestvérek, polgármester urak, polgármesternő, megyei elnök úr, Krisztusban szeretett testvéreim! A mai napon itt, ebben az órában több gondolat is összefonódik, és a kápolna szentelés és a mai ünnep, mint egy kaleidoszkóp olyan, emlékszünk rá talán gyerekkorunkból, hogy forgattuk, akkor mindig egyik oldalát mutatta annak a összerakott színes gyöngyöknek. Hát itt is alapvetően először a mai nap ünnepére gondolunk, ugyanis 335. szeptember 13-án Szent Irona császárnő a Golgota hegyén, amit közben a pogány császárok eltemettek, föltárta és megtalálta Krisztus keresztjét, úgy bizonyosodott meg róla, hogy elvonultak előtte az emberek a három kereszt előtt, és az egyik kereszt előtt csodálatos gyógyulások történtek, ami azonosította Krisztus keresztjét, és onnantól kezdve elkezdődött a Szent Keresztnek dicsőséges útja, hiszen másnapon Jeruzsálem pátriarkája Makáriosz a nagy néptömeg előtt magasba emelte a keresztet, és a nép letérdelt, hangosan kiáltotta, Kyrieleison, Uram, irgalmazz! És az a kereszt azóta nem csak a Jézus szenvedésére emlékeztető szent erekjénk, hanem a diadalmas szent kereszt is, hiszen maga Jézus megjövendölte, hogy az idők végén látni fogják az emberek az égen az emberfia jelét, és a dicsőséges megváltó eljöttét, és az egyházatyák egyértelmű tanúsága szerint az emberfia jele nem lesz más, mint Krisztus keresztjének a jele fönt az égen. Mint tudjuk, a kereszt az a nem hívő embernek nem csak hogy nem tetszik, hanem irritálja őt. Nem is akarja látni. Hát éppen most folyik a vita arról, hogy legyenek kereszt ott a fölszabadulásinak mondott emlékmű alatt, vagy ne legyen. Minden esetre arra emlékezhetünk, hogy amikor a törököt kiűzték az országból, akkor a félholt helyébe kereszteket tettek az itteni emberek, magyarok, délszlávok egyáltalán, mindegyik, és senki nem mondta azt, hogy ugyan minek teszik rá a keresztet, milyen jó volt az a félhold, amikor ott volt az épületeinken, hanem mint egy isteni jelet láttak benne, hogy ahogy annak idején Nagy Konstantinnak megszólalt az égi szózat, in hoc signo vinces, e jelben győzni fogsz, számunkra is mindig győzedelmi jel a kereszt, mert Krisztus halálán túl az Isten szeretetére, mely legyőzhetetlen, arra emlékeztet bennünket, és ezért is sírjainkra is mi katolikus emberek mindig nem fejfát, hanem keresztet teszünk, akkor, amikor már minden elveszettnek látszik, legközelebbi hozzátartozóinkat temetjük, akkor is ott a kereszt, mely vigasztal bennünket, Krisztus keresztjével legyőzte a világot, a bűnt és a halált. És ez a kereszt diadalmas jelként ott van oltárainkon, ott van házainkban, ott van rajta
ami fölfeszített Urunk, aki a szeretetről tesz tanúságot életében, halálában és föltámadásában. És mindjárt ehhez kapcsolódik a holnapi nap gondolata, és az, hogy mi egy kápolnát áldunk meg, ami felújult, hiszen a segítőszűz kápolnája a Szűz Máriának, a égi édesanyjának a segítségére emlékeztet bennünket, márpedig Szűz Mária nem csak, hogy azáltal volt a legszomorosabb kapcsolatban Jézussal, hogy ő az anyja, hiszen attól szorosabb emberi kapcsolat nincs, mint anya és fia, vagy gyermeke között. Hát ez is önmagában már kivívja a mi tiszteletünket, hogy miért szeretjük a szűzanyát, hanem sorstársa lett Jézusnak bajainkban, nehézségeinkben, mint hogy a gyermek is, amikor baj éri, a kisgyerek, ha ott van, akkor szalad az anyjához. Hát valahogy így vagyunk mi is. És erre tanul az egész keresztény lelkiség ősidőktől fogva. Talán még, ha vannak, akik itt köztünk, emlékeznek arra, hogy 70-es években nagyon érdekes és nagy könyvnek számított Erdélyi Zsuzsannának a Hegyet lépek, lőtött hágok könyve. Abban a pártállami időkben kiadták azt a népi imádságokat, amit az utolsó 24. órában, annak is talán 59. percében gyűjtött össze Erdélyi Zsuzsa néprajz kutató, akkor idős asszonyoktól, akik gyerekkoruktól tudtak olyan imádságokat, amit ősidőktől fogva mondtak a magyar emberek. És hát abban az imádságokban nagyon sok olyan ima van, ami pont a szűzanyát szólítja meg az embert a saját bajában. Mint ahogy említettem is, földi anyánkhoz is odafordultunk gyerekkorunkban. Így fordult oda a magyar nép, de az egész világ keresztény népe így fordult oda a szűzanyához, amikor baja volt, és ez is már önmagában kiemel bennünket a Mária tiszteletben, hogy ezért is. 80-as években jártam egy ilyen akkoriban, hát eléggé zárt körű értelmiségi társaságba Budapesten, és hát ott megfordultak különböző keresztény emberek, és pont akkor adta ki Szent II. János Pál pápa Szűz Máriáról szóló enciklikáját, és volt ott egy református lelkész is, közismert volt abban az időben, aki hát azt mondta, hát most hát mit akar az a II. János Pál pápa most, mikor itt a ökumenikus időket élünk, hát megint előhozza itt a Mária tiszteletet, hát nem jobb volna nekünk csak Krisztusra koncentrálni. És pontosan ez a hölgy, Erdélyi Zsuzsa is ott volt, tanúja voltam ennek a beszélgetésnek, és akkor azt mondta, hogy tiszteletes úr, van magának fogalma arról, hogy egy-egy kegyhelyen, amikor elmennek ezek az idős asszonyok, meg emberek, és ott elmondják bajukat, bánatukat a szűzanya kegyhelyén, mindig abban a tudatban, hogy ő Jézus anyja, hogy milyen lelki megkönnyebbüléssel jönnek el, mert ők is átérzik azt, amit a szűzanya átérzett. Ha más nem, már ezért is meg kellene tartanunk a Mária tiszteletet, ezért a lelki orvosságért. És hát nem véletlen, hogy Szent István királyunk is őhozzá fordult, mert lelki rokonságban érezte magát a szűzanyával, amikor a végső kétségbeesésben felajánlotta országát és koronáját. Tehát a segítő szűzanya éppen a magas szenvedése okán tud legjobban
segíteni rajtunk. És hát mi most itt vagyunk, és ugyanezt kérjük, mert mindenkinek van baja, megpróbáltatása. Nem titok, ugye elmondtuk, meg mondjuk is, a hónapi körlevél fogja hozni, hogy sajnos nagy botrányok rázták meg egyház megyénket, amit hát fájdalommal kezelünk, de éppen azáltal, hogy mi kimerjük mondani, nem úgy, mint sokszor a világ azt mondja, hogy hát ez az útja az életnek, és polgárjogot akarnak szerezni mindennek. Mi abban különbözünk a többi embertől, keresztények, hogy megbánjuk a bűnünket. Megvalljuk és megbánjuk. Mert mi is bűnösök vagyunk, de mi megvalljuk és megbánjuk. És ez fölemel bennünket. Annak idején 13. Leó pápa megnyitatta a vatikáni levéltárnak egy jó részét kutatók számára. És akkor jöttek olyanok, akik azt mondták, hogy jaj, Szent Atya, kár volt csinálni ezt a nagy nyitást, hát most elkezdik kutatni, hogy ez volt, az volt az egyház életébe. És a bölcs 13. Leó azt mondta, hát pontosan ez bizonyítja az egyház isteni eredetét, hogy ennek ellenére áll, és él, mert az Isten kegyelme újra meg újra föl tud bennünket emelni. Igen, így vagyunk itt, ezen az ünnepen. Kérjük szűzanyánknak, a segítő szűzanyának oltalmát mindannyiunkra, hogy segítsen megőrizni bennünket, és vigasztalja meg az ő gyermekeit, hiszen rászorulunk mindannyian. És most köszönetet is mondunk azért, hogy ez a kis kápolna itten megújulhatott, mutatja az itteni embereknek a buzgóságát, a lelkiségét, Gábor atyának a sok-sok fáradozását, hogy nem felejtjük el őseinknek a hitét, és mi is akarjuk ezt folytatni, hogy itt akarunk ezen a tájon igazi keresztények, Krisztus követők, Mária tisztelők lenni. Így legyünk itt ezen napon, így adja ránk áldását a mennyei Atya, s járjon közben értünk, segítő szűzanyánk, a fájdalmak anyja. Amen.